Thank you.
Alarm lesz, lehet, hogy te is rajta leszel. Hadehalfa 5-ös rádiotechnika. A nagyszerű, nagyon-nagyon szépen hallak. Megpróbálom most az a repülőgépeket még egyszer, mert most éppen vagyunk a jó helyzetben. Hadehalfa 5-ös beszél Helen. A 7-es Tamás Mária.
legfontosabb, ez egy elég komplikált kísérlet sorozat, aminek a méhészeken kívül a fontossága, hogy megkalibrálja a mérőműszert magát, tehát a régi méréseket is fontosabbá teszi. Lehet látni a Magyarországot, ez Ferencnek. Igen, nagyon könnyű látni a Balatont és a feltűnt tavat, rögtön fel lehet ismerni, és hát ahhoz kell igazodni. A Dunát és a Tiszát is lehet látni, egy kicsit nehezebb, mert őszintén mondva teljesen terepszínük van, a régi fényképeinken nem is láttam, és most csak a nagyobb felbontó képességnél látom a formájukat, de a színük egyáltalában nem megkülönböztethető. Szerintem a gyönyörű képet, amit mi látunk a könyvekben, azok be vannak színezve. Orsolyának a környezetszennyezés hatásairól. Ezt biztos lehet látni, de ez szerintem laikus szemmel nem nagyon lehet látni, mert nincs miért hasonlítani. Tehát nem tudom, hogy nézett ki azelőtt, és nem tudom, hogy ahogy most néz ki, az most normális-e vagy sem. Például a terep. Azért mert szennyezett, hanem egyszerűen úgy néz ki. Néha látok egy gyönyörű zöld tavat, ami tényleg zöld, és szerintem az a ipari szennyvíz, csak zöldnek néz ki, mert a erdőknek nem olyan a színe, mint ennek a zöld tónak. Járásnak mi a legérdekesebb a világűrben? Hát szerintem a súlytalanságon kívül a sebesség az nagyon érdekes. Az, hogy néhány perccel ezelőtt még New Yorkban voltam, és most pedig Magyarországon megyek át, már a Fekete-tengernél tartunk, és még tehát csak percünk van beszélgetni. Ez a sebesség, ez egészen elképesztő. Vétel? Nem a pontos idő szerint, mint ahogy most csináltuk, hanem alkalom szerint, tehát természetesen fogom amatőrket hívni, nem csak Magyarországon, hanem másodt is, és fogok képeket is küldeni. Április 5, 17 óra, 07 perc. Helyezettek.
Attila vagyok, egyéni hívójának Helenius a 3-as, Ferencsó Bertelemért. Tudom felügyelni most itt a rendszereket. Hogy lássuk, hogy pontosan mikor fog Magyarország felé érni a műhold. Mennyi időnk van még? 20-30 percet. Úgyhogy majd fordítjuk a Charlie felé, egy kicsit felfelé. Két hét munkánk van benne, megéri az a két hét.